Marco Rossi mondta egy ilyen meccs után, ha jól emlékszem, hogy éveket öregedett el, mint éregetileges. Én élveztem minden percét, viccet félretéve, bár csak egyszer olyan magasságok közelébe kerülhetnék, mint Rossi mester. De valóban erre számítottunk, iszonyat izgalmas mérkőzés volt, tudtuk, hogy akár egy gól dönthet az egészről. Megszerveztük a védekezésünket, én úgy érzem, ez sikerült. Pár távoli lövésen kívül az ellenfelünk nem nagyon veszélyeztetett. Mi rúgtunk két kapufát, volt egy zicserünk, ami kimaradt, és a végén, amikor kockáztatott az ellenfél, akkor pedig betaláltunk. Erre számítottunk, erre készültünk fel, és jól vizsgáztunk belőle. Kívülről is úgy látszik, hogy nem csak taktikailag, de mentálisan is sikerült a szervek fölni, ami egy nagyon nagy dolog szerintem. Erre nagy hangsúlyt helyeztetek meccselőt? Hát aki egy picit is ismer engem, az tudja, hogy nálam talán a mentális felkészítés az fontosabb, mint a fizikai vagy a taktikai, hiszen egy közösség, ami együtt van és egymásért is küzd, az nagyon sok dolgot elérhet, még úgy is, hogy akár nem játszik bomba formába. Mi se játszottunk a csúcsformában, de megtettük, amit meg kellett, amit a haza megkövetelt, és valóban mentális erős társaságról van szó, és büszke vagyok rájuk. Mit jelent az most így a csapatnak, a minifocinak, hogy három meccs, három győzelem csoportban így hibátlanul tovább jutni, azért az elég nagy dolog. Szerintem egy erős csoportból. Erős csoportból valóban három győzelemmel jutottunk tovább. Nem kell túlértékelni a dolgot, tehát a minimális célunkat elértük, a csoportból való továbbjutást. Az kell, hogy erőt adjon, hogy mind a három mérkőzésen a végén találtunk be, és a végén vittük be a győztes találatot. Ez az, ez az eredménye annak, hogy ilyen összetartó és jó kis közösségünk van, és nem mellesleg jó focisok a srácok. Holnapi nap Egyiptom, mit várhatunk attól a mérkőzéstől? Hát volt szerencsém egyik meccsüket az azeriek ellen élőben megnézni, egyet pedig képernyő keresztül. Jó csapatról van szó. A holnap délelőtt, kora délután arról fog szólni, hogy feltérképezzük őket, kielemezzük őket. Nyilván a játékosok regenerálnak, és este 11-kor, tehát nagyjából 24 óra múlva pedig neki megyünk a következő csatának. Nagyon szépen köszönöm, és gratulálok. Köszönjük.